A nyár lassan a tetőfokára hág, és az előrejelzések szerint akár rekordközeli hőmérsékleteket is mérhetünk a következő napokban. Ebben az időszakban sokan érzik úgy, hogy nem kívánják az ételt, és kevesebb kalóriával is beérik. A dietetikusok szerint ez teljesen normális érzés, viszont oda kell figyelni, hogy ilyenkor is megadjuk a szervezetünknek azt a tápanyagot, amire szüksége van. Erre kiválóak az idén jellegű zöldségek és gyümölcsök, amelyek rengeteg vitamint tartalmaznak és magas a tápértékük. Érdemes ezeket naponta 5-ször kisebb mennyiségben fogyasztani. Reggelire valamilyen teljes kiérésű pékárút, valami könnyű feltétel megpakolva, ez lehet akár egy sonkaszanámé, vagy valamilyen sovány tejtermék, és mindenképpen fogyasztunk hozzá valamilyen zöldséget. Most azért a paprika, paradicsom, uborka, retek, különféle saláták azért eléggé színessé tudják tenni a tányért. A 10 órai és uzsonna alkalmából bármilyen gyümölcsöt tudnék javasolni, hogy fogyasztom bárki ízlésének, illetve az idénynek megfelelően, mert tulajdonképpen tavasztól késő őszig folyamatosan érnek a gyümölcsök, és ezeket lehet váltogatni. Ebédnél valamilyen sovány fehérje forrást, ez lehet akár mondjuk egy valamilyen szárnyasnak a húsa, vagy hal, vagy esetleg bármilyen grillezett sajt, ezeket nyugodtan be lehet építeni az étrendbe. A szénhidrát tartalmú résznél, hát a rizsen és a burgonyán kívül bátran próbáljuk ki a különféle gabonákat, vagy akár a bulgurt, mert ezeket is nagyon változatosan el lehet készíteni, és zöldségekkel kiegészítve tudnám ezt is javasolni. Egyébként a salátákat is nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, akár valamilyen olajos öntettel, az olajnál is próbáljunk meg törekedni a változatosságra. Legtöbben az extra szűz olívaolajat szokták használni, de bátran próbáljuk ki a dióolajat, a szőlőmagolajat, a lemmagolajat, tehát ezek is mind-mind más ízvilággal rendelkezik, másfajta tápanyag összetétele, úgyhogy ezeket is nagyon jól be lehet építeni az étrendbe. A nyári kánikulában az elsődleges szempont a folyadékpótlás, kerüljük az alkoholfogyasztást, a cukrozott üdítőket és a kávét. A nyári kánikulában a túlzott koffeinbevitel erős szívdobogást okozhat, és a kávénak vízhajtó hatása is van, ezért ebből fogyasszunk kevesebbet. Naponta 1,5-2 liter folyadéknak a fogyasztása az, ami javasolt. Természetesen vannak olyan korosztályok, gondolok itt az idősekre, illetve a gyermekekre, ahol fokozottan oda kell figyelni a kiszáradásnak a veszélyére, hiszen a gyerekek sokszor eljátszák az időt és kevesebb vizet fogyasztanak, vagy bármilyen folyadékot, az időseknél pedig már csökken a szomjúságérzet. A folyadéknak a pótlására természetesen legalkalmasabb a víz, de sokan a víznek ezt a natúr ízét manapság nem szeretik. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor is nagyon sokféle ízesítést otthon is el tudunk készíteni, akár gyömbért, mentát, citrom, lime vagy narancskarikát tudunk tenni a vízbe, lehűtve ezeket szeretettel szokták fogyasztani az emberek, vagy akár a mentának a hűsítő hatását is ki tudjuk használni, és azzal elkészíteni a különféle italokat, de egyébként hogyha jégkockába fogyasztunk le gyümölcsöket, azokkal is nagyszerűen tudjuk ízesíteni a vizet. Legyünk körültekintőek a tárolással is. A megfőzött ételeket hűtsük minél hamarabb, és fokozottan ügyeljünk a tojásos, majonézes fogásokra. Tartsuk szem előtt azt is, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc hosszú időre bevásárláskor sem, vagyis ne hagyjuk sokáig az árut a kocsiban. Ha utazunk, kirándulunk, strandra megyünk, legyünk előrelátóak, és vigyünk magunkkal a hűtőtáskát.